Ismét a Lecsó volt a sláger az idei perekedi falunapon. Az önkormányzat rutinos szakáccsal 300 adagot főzetett, de emellett különböző baráti társaságok saját kondérjaikban szintén elkészítettek jó pár adagot saját ízlésük szerint. Mindeközben sztárparádé volt a rendezvény színpadán, egymásnak átadva a stafétát az ismertnél ismertebb énekesek és celebek. Ott jártunk, hogy László Attila a 2010-es Csillagszületik győztese idézte meg Máté Péter felejthetetlen dalait. A szelet megfordítani úgy sem tudott. Ujjait közt akkor úgy száll, mint szürke bor, és a perc hordja el. Hogy van? Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni, te úgyse tudod. Dávor László elmondja nekünk, aki az egyik mesterszakácsa volt a mai napnak, hogy milyen a jó perekedi lecsó. Hát tulajdonképpen nagyon egyszerű, tehát mi a hagyományos lecsót követjük. Paprika kell bele, ugye? Zsír, hagyma, paprika, így van. Nálunk ennyi. És mivel ízesíted úgy még emellé? Sóbors és paprika. Tehát fűszerpaprikával ízesítjük, illetve most ugye ebbe kértek olyat, hogy főzőkolbászt legyen benne, illetve van még egy lecsónk, ami tulajdonképpen vegetáriásunk készült, amely olajjal, illetve fűszerpaprikával készült. Tehát állatok nem divat, hogy tojást is tesznek bele? Helyenként divat, mi alapból a nagy mennyiségben nem követjük ezt a rendszert, mert ugye nehéz lenne megoldani. Nem engedném el, többé már sosem, ha itt lennél velem, és fognád a két kezem. Ó, én azt kérném megint, hogy hazudj még nekem, kedvesem. Nem van, hogy esik az eső, a hangulat legyen meg, az a lényeg. Együtt vagyunk, ez a legfontosabb. Bárhogy is essék az eső. Hát igen, épp ideje volt már, hogy elkezdődjön valami közösségi program, mert idáig a pandémia miatt ugye zárva volt minden, és most megnyílt egy kicsit a világ nekünk is. Úgy látszik, hogy a szórakoztató programok, a finom gasztronómiai esemény egy kis sztár fellépéssel azért hívó szó a falujavára. Hát én úgy gondolom, hogy igen. Aki egy kicsit is fogékony erre a dologra, az mindenki itt volt, úgy gondolom. Nyilván mindig jó érzés, mikor az embert szeretik és elismerik a munkáját, és 10 év után is szerencsésnek mondhatom magamat, hogy még mindig ezen a zenei pályán vagyok, és még van kinek énekelni, és tetszik a műsor, tehát hogy örülök, hogy ezen a pályán vagyok, és hogy az embereknek énekelhetek és adhatok. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Amíg egyszer! Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. A lecsó nagyon jó volt, az összes zsűrizésnél nagyon nehéz helyzetben voltunk, mert minden egyes lecsó nagyon jó volt. És egyik jobb volt, mint a másik, ugye? És nagyon nehéz volt választani belőlük, de aztán nagy nehezen pontozással sikerült. Az időjárás lett volna egy kicsit jobb, akkor teljesen. És kitartó, mert délelőtt még jó volt az idő. Délelőtt még teljesen jó volt, de délutánra megjött az eső. Tehát nyilván, hogy azért elég szépen voltunk. Többen voltunk, mint a falu lakossága. Igen, 10 év eltelt, ugye akkor még tínédzser, 14 éves voltam, most már 24-25 éves vagyok. És
hát ugye telik az idő. Mivel töltöd az idődet amellett, hogy fellépsz, egy kicsit neveled, még inkább jobbá teszed például a hangodat, van-e más munkád emellett? Hát más munkám nincs igazából, csak a zene öleli körül az én napjaimat és az időmet. Nyilván otthon stúdiózok, gyakorlok, tehát minden, ami ehhez köthető, nincs más, nincs B-terv. Mert azért végigjárt az ember a sátrakat, a főzőjéket, mindenhol azért egy kicsit beszélgettünk, egy pár dolog előjött, ami talán soha nem jött volna elő. Ebből lehet tanulni mindegyik oldalról, úgy gondolom. Hangosító úr, ide le lehet emelni, csak ide? Na jó van. Mondta nem jöjjön, hogy befog. Szeretek itt lenni, mindenkihez közel. Hogy énekeljék. Mint a villám tépte magányos felő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rugott kő. Mint a fáradt vándor kiné már enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből való. Úgy láttam, édesapáddal érkeztél, és hát 10 év óta szinte minden helyszínre ő viszel téged. Jó dolog az, hogy a mai nép azért felügyel rád, hogy jó helyen legyen? Hát ugye segít nekem vezetni általában, amikor ugye több fellépés van egy nap, aztán mindig jó, hogyha az embernek van segítsége, és legjobban ezt a szülei tudják, hogy ők a legönzetlenebbül csinálják ezt az egészet. Milyen hangulata van egy ilyen falusi gasztronapnak, egy falunapnak? Itt pereked-e, hogy érezted magad? Hát én mindig szeretem ezeket a falunapokat, az ilyen rendezvényeket. Nagyon szívesen járok az ilyen eseményekre, és nagyon szívesen fellépek. És közvetlen vagy az emberekkel egyébként, tehát ezt mindenki észre. Hát ez a legfontosabb, a közvetlenség. Az a legfontosabb, az első. És az, hogy egy ilyen rendezvényen itt vagyok, és ennyien itt vannak, örülök annak, hogyha ezzel valamit hozzá tudok tenni, és mindenki jól érzi magát. Egy ilyen szomorú napot is vidámmá tudtál varázsolni, sőt, még viccelődtél is az idővel. Hát ugye bármi van, az ember nem szabad el engedje a dolgokat, tehát sajnos eléggé rossz időnk van, esik az eső, úgymond elmoste ezt az egész rendezvényt, de muszáj a legjobbat kihozzuk belőle, mégis azért az emberekben ott rejlik, még ha esik az eső, és mindenkiben ott rejlik az a vágy, hogy itt jól érezze magát, mert azért jött. De énekeljük együtt! Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább, és az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény. Jó itt körbenézni, még mindig rengeteg van, lesz itt vacsira, sőt még reggelire is, ugye? Bízunk benne, hogy igen. Tehát ugye mi 350 adag főre főztünk. Sajnos az időjárás miatt nem jött annyi el, de bízunk benne, hogy ez vacsorára, illetve még reggelire is elég lesz. Mióta hagyomány itt nálatok, hogy így a falunapkor lecsótfőztök? Hát ez 2 évre merült föl, ugye tavalyi éve sajnos a pandémia miatt nem lehetett ezt végrehajtani, úgyhogy... A berkesdiek elvitték a kakast, maradt a lecsó, ugye? Hát maradt a lecsó, így van. Megpróbáljuk ezt végrehajtani, így igaz. Én azt látom, hogy ennek van keletje az időjárástól függetlenül, hogy idén is ilyen... Picit szomorúkás az időjárás van érdeklődés, úgyhogy bízunk benne, hogy ez jövőre is működni. Egyébként a lecsót az emberek hány százaléka szereti? Minden második ember? Vagy hogyan ki arányba?
Hát az faluhelyen igazándiból én azt mondanám, hogy nagyon sok ember szereti a lecsót. Tehát a többség szereti. A többség szereti a lecsót, így igaz. Így igaz. Mit lehet inni a jó lecsó mellé? Mindent. Mindent elbír? Röviden mindent. Tehát mindent elbír. Induláskor jó a pálinka, és onnantól kezdve, ami belefér. Meddig tart ma itt a buli ebbe a nagy esőbe? Hát mi bízunk benne, hogy minél tovább. Tehát mi tető alatt vagyunk, tehát mi bízunk benne, hogy minél tovább tart. Hát kitartatok akár hajnalig is. Mi kitartjuk akár hajnalig is, ha kell, így igaz. Éhen és szomlán nem fogunk halni. Éhen és szomlán nem fogunk halni, így igaz. Egyszer véget érnek múló napjai. Egyszer elbúcsúznak túlzó vágyai. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk. De még addig mindent újra kezdhetünk. Egy saját zenekart is alakítottam, új dalokat írtam. Garázs fellépések mi egymás? Hát otthon ilyen élő adásokat csináltam az internetre. Hát muszáj volt feltaláljam magamat, mert attól még, hogy nem lehet fellépni, ugyanúgy a kapcsolatot tartani kell a közösséggel, a közönséggel, úgyhogy legjobb eszköz ennek az internet és az online világ. Nekem is az a célom, hogy most saját szerzeményeket adjak elő, és nyilván van már új lemezem is, tehát hogy igyekszem már a repertoárba becsempészni a saját szerzeményeket. Azért a László Attilát szeretném, hogy saját dalok, és hogy kialakuljon nekem is az a stílus. Falusi ételeket szeretem, a lecsót nem annyira. De faj megszokott. Így van, még nem voltam annyira éhes. Hova mész innen? Tovább lesz további fellépés? Ma nem, mondjuk ez volt a második a mai nap, majd csak holnap megyek. És akkor már talán a nap is kisüt. Akkor már igen, bár az beltérben lesz, úgyhogy mindegy. Visszavárunk ide Perekedre. Köszönöm szépen, jövök, hogyha hívnak. Tudom, vonz az ismeretlen táj. Ne légy ki, mindig visszatér hozzá. Egy szál virág is pont oly szép, nem kell csokor, hogy boldog légy. Elég csak egy pillanat talán, hogy csoda várj át és rám. Nem tűnik el a végtelen, még mindig álmodó vagyok. De ugye itt maradsz velem, hol átölelnek a Kárpátok. Én a környezet miatt, a tiszta levegő miatt és ezek miatt én esküszöm a falura. Ugyan városban nőttem föl, de falun élek és falun öregedtem meg, már mondhatom azt, de nem mennék vissza semennyi pénzért a városba. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, de a szívünk addig új csodára vár. La 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 la. Ének az esőben így végződött az idei perekedi lecsós és László Attilás falunap. A délutáni szomorúbb időjárás sem tántorított el a falu szórakozni vágyó lakóit. A sátrak alatt vidáman beszélgettek, és közben kóstolgatták egymás borait és pálinkáit. Ilyen egy hamisítatlan falunap Perekeden. Köszönöm szépen, köszönöm Perekednek a meghívást, a polgármesternek és mindenki, aki hozzájárult ehhez.